Zsolti, legyél szíves, hogy gyorsan, hirtelen értékeld már, légy szíves, a csapat eredményét a versennyel kapcsolatban. Röviden vagy hosszan? Hát röviden, egy röviden, pár így mondatban. Így volt a legjobb. Így volt a legjobb. Igen, még nem tudjuk, hogy akkor Bakosi Nándor abszolútban megnyerte. Hát szerint első, valószínű Horváth Zsolt is a kategóriában első, talán második vagy harmadik vagyok, én nem tudom, hogy kik mentek el mellettem. Kicsit hamar kezdtem be a végén, de muszáj volt, mert nem engedtek előre is. Vagy előre megyek ott a dzsindzsákba, vagy sehogy. És mivel előre mentem, így volt jó a többieknek, mert tudtak jönni utánam. Azért volt fontos, mert ismernek. Igen, ugye, hát hallottam is, amikor ilyen pánikszerűen kiabálták a nevedet, hogy megy Vinnai! Igen. Igen, pánikszerűen Zsolti nevét, mert megy Vinnai, féltek tőle, mint a tűztől. Volt még vagy 150 méter a végén. Én nagyon nyílen mentem, és három emberem elment mellettem, mintha álltam volna. Ez jó érzés is volt, meg nem is. Nem baj. Ilyenek örülök, így volt a legjobb. De a legfontosabb, a Winnie Bike meg megint besepert egy csomó érmet. Azért dolgozunk, azért edzünk közösen együtt. Bakosi úr, legyen szíves, nyilatkozom, mint a 2010-es év Tour de Tisztató győztese. Milyen érzéssel töltesz téged el? Hát jó érzés. Abszolút, de abszolútban, kategóriában, minden tekintetben győztes. Á, most ennek nagyon örülök. Szuper volt a verseny, minden úgy történt, ahogy elterveztük. Az ellenfeleket levertük, rajtnál első helyre tudtunk indulni, aminek örült mindenki. Minden úgy történt, ahogy csak akartuk, ennél jobban nem is lehetett volna. Nekem is jól sikerült a verseny, mert a fő tervemet meg tudtam valósítani, mégpedig azt, hogy a főmezőnnyel értem a célba, és igaz, hogy a végén nem tudtam előre furakodni, vagy esetleg jobb helyezést érjek el, de nem baj. A lényeg, hogy a főmezőnnyel beértem, végig bírtam a tempót, a lószolásoknál sem szakadtam. Gyerekkorom, mint a legtöbb fiú, faluhelyen, bringázik suli után, a legszívesebben suli időben is bringázna. Nekem is volt biciklim, a fészerbe kitoltam, és szerettem mindig menni. Bringáztunk harokkal, és akkor én mindig mentem még kicsit többet, mentem még erre, mentem arra. Én igazából sose voltam egy sportos gyerek, suliban mindig nagyon béna voltam tesiből, nem tudtam se focizni, se kosárlabdázni, mindig egyest kaptam szekrényugrásra, se bukfenc, tehát nekem nem ment a sport, és a biciklizás ez csak úgy jött, mint a gyerekeknek, hogy kaptunk biciklit, megtanultam biciklizni, és akkor úgy bicikliztem úgy a többiekkel kint az utcán. Ez elég kalandos, mert én teljesen más sportággal, küzdősportokkal kezdtem, ugye kiskoromban is Linda című műsor, meg stb. És csak karatézni. Aztán ez elmúlt, ugye Dombóváron születtem, ott laktam sokáig, és én onnan elköltöztem Pécsre, és abban maradt a sport. A kilók feljöttek, voltam 105 kiló, és úgy gondoltam, hogy hát, ha már a mozgó lépcsőn is nem kapok levegőt, akkor valamit csinálni kell. Úgyhogy vettem egy kerékpárt. Bringázni mindig szerettem, bicajozunk. Vettem egy mountain bike-ot, közel nem volt az országúthoz, és akkor ott a meccsekbe jöttem, mentem, aztán azt vettem észre, hogy én nem megyek be a terepre, hanem én csak aszfalton tekerek. Amennyiben ezt sportkarriernek lehet nevezni, labdarúgással kezdődött, nagyon alacsony szinten, képzetlenül, inkább csak szerettem, mint tudtam, és mindenféle alacsony osztályú, meg ilyen kisebb, szinte bokorugró verseny jellegű labdarúgó eseménye, ha részt vettem, már nagyon boldog voltam, legkisebb sikernek is nagyon örültem, mikor 1997-ben a mezőgazdasági főiskolában, Nyíregyházán megnyertük a városkörzeti kettőt, ahonnan ki sem lehetett esni, és mi ott bajnokok lettünk, én úgy ünnepeltem, mint aki bajnokok ligáját nyert, szóval ennyire vettem komolyan, talán egyedül voltam az, aki futott kiegészítésképpen az edzések mellett. Én futni szerettem, bár nem voltam gyors,
és egyszer már felnőtt koromban, bő 30-as éveim közepén egy sportnapon, egy céges sportnapon találkoztam futókkal, akik így verbálisan beavattak a futás szépségeibe és annak kihívásaiba. Bár én, azelőtt én azért futogattam magamnak a foci mellett. Gyerekkorban is általános iskola, 7.-8. osztályában Renkó István tanárbácsi, Pityu, kerékpártúrákat szervezett, és elmentem egynaposra, háromnaposra, egyhetesre. És azt maga a szerelem az ott kezdődött. 93-tól, hát egy jó 10 évig rendszeresen túráztam, és már ott megcsapott a szabadság szele, ez az egész bringázása, a szabadságérzés. Mentünk sátrat, vittük a sátrat, hálózsákot, volt, amikor felállítottuk, ahol élt az éjszaka, volt, hogy kempingeztünk, Magyarország 70%-ban jártam túrakerékpározással. Maga a szerelem részei innen jött. Akkor utána lett orosz kemping biciklink, akkor az nagyon-nagyon nagy szó volt, akkor ott az a körbe-körbe az iskola körül, utána akkor bejött a BMX, akkor kaptam BMX-et, volt egy személydombot a Kertvárosban, akkor ott azon mentünk, ott a dombokon le meg fel, és ez így szépen kifejlődött. Amikor középiskolás voltam gimis, akkor a barátaimnak volt versenybicajuk, és mindig mentek túrázni. Így elmentek a Zemplénbe, meg a hegyekbe, és tökre szerettem volna velük menni, és akkor így hát apáiknak a fülét rágtam egy jó ideig, hogy vegyenek már nekem egy versenybiciklit, hogy tudjak velük menni. Na és akkor ott elszabadult a dolog, mert megkaptuk a versenybiciklit, és akkor minden este kijöttünk a városba, raktunk rá kilométerórát, és akkor esténként, így este 10-11-ig itt leföl karikáztunk itt a városba mindenfelé. Hát akkor még nem volt annyi autó, mint most. És utána ebből a történetből úgy kifejlődött, hogy érettségi pénzből, akkor utána vettem már egy jobb versenybiciklit, és akkor utána úgy épült a történet. És akkor így megragadtam a kerékpározásnál. Nőtt a se, jött a serdülőkor, fizikum növekedett, toltam a határaimat. Nagyon olcsó 20.000 forintos mountain bike-a, hetente kétszer jártam polgár oda-vissza. Csak ugye ez egy egyszerű mountain bike volt, és néztem az időt, mennyi idő alatt tekerek, és akkor vágytam gyorsabbra. És akkor 97-ben egy évig minden pénzt félretettem, tehát egy szelet csokit nem vettem magamnak, pedig akkor is szerettem az édességet. Mindenfélét félretettem, amit anyukám adott, meg amit kerestem munkahelyen, zsebpénzt. Illetve akkor csak tanuló voltam, nem volt fix munka, nem volt rendes 8 órás munkája. Félretettem akkor ugye 30.000 forintot, anyukám még mellé tette, amit tudott, és akkor vettünk egy országúti kerékpárt. Akkor volt 150.000 forint egy mali acélrázas kampányolóval, és hát óriási volt a különbség, így mondtam bárhoz, hogy vékony gumi, gyors, nagyon sokat tekertem. A 97 megvettem, utána Kovács Zoli volt edzőm 5 évig. Nagyon sokat köszönhetek neki. Brit Cigliborba dolgozott, ahol vettem a kerékpárt. És akkor megkerestem, hogy edzenék is jó lenne egy edzésterv. És akkor mondta, hogy hétfő, szerda, péntek, 80-100-120. Csillatokon pihenőnap, péntek, szombat, vasárnap, 80-100-120. Hát mondtam neki, hogy jó, de 12 órát dolgozok, akkor már nyáron elkezdtem dolgozni. Jó, akkor 60-80-100, 60-80-100. Menjek vissza 2 hónap múlva. És nem az volt a lényeg, hogy mennyit tekerek, hanem az, hogy visszamegyek 2 hónap múlva. Le kellett írni mindent, kilométert, széljárást, átlagsebességet. Le kellett minden vezetni, és akkor utána dolgoztunk együtt, hogy összem kb. 5 évig. De rendszeresen mentem, hetente edzéstel, vírtam, megcsináltam. És akkor már az első verseny, 10. verseny, az első verseny. Unokatosom férje elvitt, kitett az ajtóba, szóvalakon. Nem tudtam semmit, nem ismertem senkit. 3 napos körverseny. Az volt az első versenyem, mai napig is emlékszem, szinte minden mozzanatára.
Akkor már edzettem a helyi országutisokkal. Mekkora dolog volt, hogy edzhetek velük. 5-6-an voltunk néha, nem tudtunk összegyűlni sokan, akkor már ott szétoszlott a bandájuk. Az első 3-4 évben tekertem ilyen 22-23 ezeret, annak a 80%-át egyedül tekertem, de nagyon sokat tekertem az elemolival, olyan sokat, hogy szét is hagytam a vázat, tehát eltört a váz. Ez az anyag elfáradt az anyag. De akkor már versenyezgettem egyedül, néha ezzel azzal pényekpetivel sokat, többször elmentünk így közeli versenyekre, és azóta is a versenyzés az megy. Akkor kezdődött, emlékszem, a Vuelta España, a spanyol körverseny, és azt néztem, és iszonyatosan megtetszett az országút, a bolyozás, a szökések, a verseny, de aztán ez akkor annyiban maradt, pénzhiány miatt nem tudtam országút itt venni, és aztán tovább költöztem Nyíregyházára, ugye megismerkedtem a mostani feleségemmel, és innentől kerékpározás van. Lehet azt mondani, mi Zsoltival, mi egy generációs bicajosok vagyunk, így az első generációnak mondom a Rubint, amit Kovács Zoli működtetett még a 90-es éveknek a közepén, és mi akkor kezdtünk bicajozni, amikor az éppen megszűnt. Tehát nekünk nem volt hova menni. És én is egyedül bicajoztam, meg Zsolt is egyedül bicajozott, és akkor így csak úgy mentünk egy csomószor így egymással szembe, és de meg nem álltunk volna beszélni egymással, és akkor éveken keresztül mi csak úgy bicajoztunk, hogy ő is egyedül a városban, meg én is, és úgy találkoztunk, de úgy semmi. És akkor utána egyszer egy Monti versenyen találkoztam Falival, és akkor összebeszéltünk, hogy kimegyünk biciklizni, és akkor így összeverődtünk így hárman. Ez volt így a 90-es éveknek a legvége, 2000-es éveknek az eleje, és akkor hárman voltunk bicajosok Nyíregyházán, mert senki nem biciklizett Nyíregyházán. Tehát, hogyha mondjuk össze tudtunk hozni egy közös bringázást hárman, akkor az nálunk az már csoportos tekerés volt. Most meg, ma meg az van, hogyha hárman megyünk ki, akkor nem jött senki. Tehát már így állunk hozzá, mi meg úgy tudtunk örülni egymásnak, hogy ez csak na. És nyomtuk. Én akkor úgy abba hagytam olyan 2004-5 körül, utána megint volt egy fellángolás, és akkor csak ilyen hétvégi bicajozásokra úgy kikijárogattam, de ugye a csapatban úgy egyre, láttam, egyre többen jöttek ki hétvégén bicajozni, akkor Doki is ide költözött. 2006-ban kezdtem dolgozni bicikliboltban, akkor ősszel már jött Doki, Karcsin keresztül, és akkor valahogy jött három fiatal, Rambó, Nándi és Ádám, bejöttek a boltba, illetve beküldték Rambót, ketten. Nem mehettek bejönni, és Rambó kérdezte, hogy valahogy megtudták szerintem, hogy bringázok, versenyezek, és kérdezték, hogy nem foglalkoznék velük, nem, de akkor már volt online világ, akkor már volt chat, és akkor, hogy hazamentek, már aznap este írogattak, mint az őrült, mindent kérdeztek, és hát akkor még nem volt Winnie-Mike, de utána egy-két év alatt úgy összejött. Három fiatal, meg én, aztán Doki. Mint mondtam, mountain bike-on volt, és egyik tavasszal vittem az egyik szerelőhöz javítatni, és hogy hoztam ki a bringát, találkoztam Karcsival, Kár Küllével, aki sajnos már nincs közöttünk, megállított, rögtön feltett a kérdését, hány kilométert mész, és hogyan, és mennyit bringázol, és menj a Dózsa-György utcai boltba, ott van Vinnai Zsolt, itt ő a csapat vezetője, menjél, keresd meg, és akkor jössz velünk, és versenyzünk. És ez így is történt. Megkerestem Zsoltit, ez tavasszal volt, és akkor ősszel már meg is vettem az első országutimat. Milyen név legyen? Hát, ugye, nem akartam egy általános nevet, egy városnak a nevét, mindenki fel tudja venni. Kötni akartam egy személyhez. Meg én már akkor is tudtam, hogy nekem már akkor is vágyam volt egy kerékpárüzlet, biciklibolt, szerviz, kerékpárszerviz. És már akkor tudtam, hogy egy ilyen komplex dologban gondolkodok, hogy szerviz, egyesület, értékesítés, biciklik eladás, programok szervezése, versenyek járás, túraszervezés.
már akkor ez kialakult a fejembe, és akkor onnan jött, hogy akkor csatoljuk ezt egy konkrét személyhez. És akkor a Vinnaiból lett egy Vini, Vini Bringa, Vini Zsolt, számtalan dolgot. Amikor fontos dologba kell döntenem, mindig megkérdezek a legjobb barátaimat arról, párat, és hogy segít dönteni, és akkor így többen mondták, hogy a Vini Bike az egy hangzatos, kimondani jó, lett a vinibike.hu, könnyű megjegyezni, leírni is könnyű valamennyire. Tehát azt akartam, hogy egy hiteles személyhez kössék a nevet, és az lett. Aztán egy pár év alatt így elég sokan lettünk. És ugye most vagyunk 10 évesek, 2011-ben lett a hivatalos bejegyzésünk, de 2008-9-ben már úgy kialakult a név, már úgy beszélgettünk róla, már volt egy weboldalunk is, folyt a munka, jártunk versenyre, úgyhogy onnantól kezdődik a Vini Bike. Hát azért meleg itt. Lányok mennyi vannak? Hány kilométer? Rambó úr, Jónás Gábor úr, mit már a mai versenytől? Hát, nem dobogósak leszünk. Nándi is, Édes Ádám is, meg mindenki, aki csak elindul rajta a versenyen. És a Vini Bike színeiben? Persze. Vinai Zsolt úr, legyen szíves, nyilatkozzon valamit gyorsan itt a... Garment. Mi lesz itt? Ja, kézmosás. Hazamegyek, össze fogom írni, mit kell csinálni, mit kell hozni, mert már ma volt egy belső cserém, fiba vagyok egy kicsit. Tavaly is volt, mert megörökítettem, szintén videokamerára. Hogy mindig van, aki nem készül fel rendszeresen, ráadásul nem kezdők vagyunk egyikünk se. Belső gumileszedő pumpa bármikor a kerékpárosnak kellhet. Mindig ott vagyunk a zsebébe. És tavaly is így volt, hogy egyből szereléssel kezdted, mert emlékszem. Igen, csak most belsője se volt a... Az illetőnek? ...félnek. Itt kaptunk podbelsőt, meg az is lyukas volt, tehát ketten nem készültek fel rendszeresen. És a versennyel kapcsolatban milyen nyilatkozatot tudnál tenni? Egyes rajtszámot kaptam, de se tagadhatnám. Mint címvédőként jöttél vissza a tavaly után? Nagyon nagy csapatok nincsenek itt, úgy látom, de az erős emberek mindig vannak. Egy-kettőt már láttam, hát majd őket lenyomjuk. Ennyi. Csapatban összedolgozunk. Fúj a szél, vigyázni kell oldal, szélben nagy bukás legyen. Pálya keskeny, kamikáza versenynek hívom. De szeretem, mert jó az út, nincs autós forgalom, viszont ez az előnye, nincsenek autók. És nem sokára indulunk, készülünk, kaja, pia, indivaló. Nagyon-nagyon meleg nincs, tehát túl sok folyadék nem kell. 70 km, másfél óra, pikpak, megvan. Mint egy gyors menet. Igen, ez nekem meg a második Tour de Tisza tavi versenyem lesz. Hát tavaly voltam először amatőrként, kezdőként. Most már egy profi csapat tagjaként érkeztem ide. Igen. Ennyit tudok hirtelen nyilatkozni. A Vini Bike. Be! Ádám, te is nyilatkozhatsz valamit. Mit nyilatkozni? Hát bármit, a versennyel kapcsolatban. Hát a versennyel kapcsolatban nem vagyok jó formában. Nem a jó napomban, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Holnap meg Zemplén 50-re. Jó sár lesz, de hát... Nem baj. Jó kis sarazás az kell. Hála Istennek, én az első perctől kezdve már az egyesület tagja vagyok, alapító tag, és hihetetlen mennyiségű élmény van, rettentő sok verseny, összejövetelek, edzések, szerintem nem is tudok kiemelni egyet-egyet, de az biztos, hogy kalandos tizenpár éven vagyunk túl. Horváth Zsolt úr, ön is legyen szíves, foglalja össze néhány mondatban a versenyélményeit. Nagyon élveztem a versenyt végig, minden méterét. Az volt a legjobb, hogy így terveztük el, végig a Vini Bike uralt az egész medőny, senki nem tudott semmit csinálni. Mi kontrolláltunk mindent, úgy sikerült, ahogy akartuk. Ekkor döntöttem el, ez a 2007 körül volt, hogy felkészülök egy maratonra. Beckhamre vásároltam egy hegyi kerékpárnak látszó biciklit,
amivel sikeresen 2008. augusztusán első kerékpárversenyben kulcsontörést is szenvedtem, és ezt egészen ezt a kétes dicsőségű rekordot egészen tavalyig én tartottam, mármint hogy a legelső versenyén leghamarabb magát kórházi állapotba terelő versenyzőt, ez tavaly sajnos Bene Alex elvette tőlem ezt a címet, ő a minden idők által ismert leghamarabb versenyzője, aki összetörte magát első versenyén. Viccet félretéve, ekkor kezdtem el futni, felkészültem egy maratonra, ezt 2009-ben meg is tettem, és akkor körül döntöttem úgy, hogy a továbbiakba szeretnék triatlonozni, kihívást láttam az Ironman táv teljesítésében, ehhez ugye nyilván kerékpározni kellett, körbenéztem Nyíregyházán, ekkor találkoztam Zsoltival, a boltba, ők már biciklizgettek, és szegődtem hozzájuk, és belevetettem magamat az országúti sport gyötrelmeibe. Ekkor még Winnibike nem létezett, illetve létezett, már magukat ők úgy hívták, hogy Winnibike, de még hivatalosan az egyesület nem létezett, úgymond alakulóban volt. Ez néhány lelkes amatőrt jelentett, mint Horváth Zsoltit, nyilván Winnai Zsoltot említettem, valamint három középiskolás kis fiúcska volt, Jónás Gábor alias Rambó, Bakosi Nándor és Melló Ádám. Nekik hármuknak jelentős szerepük volt, hogy az egyesület ilyen formában megalakult, de majd ez Zsolti el fogja mesélni. Na, a hosszús várakozás után megérkezett a bicikli, úgyhogy most már biciklizni is lesz mivel. Hogy megy az edzés, az erősítés, alapozás? Már egy órát mentünk, kezdünk fáradni, egy kicsit egy óra 20 perc, másfél óra. Mindenki egyre többet megvárjuk. Összeállt a bőrkök, végre tudunk a melegre is bringázni. Ádám, és te hol tartasz a felkészülésben? Én? Igen. 1 óra 23 percnél. És hogy sikerült a matematikában és a irodalom dolgozatod a felvilágosodás korából? Nagyon jó lett. Egy 5-ös alá simán meg lesz. Na, bízunk benne, ügyes vagy. Jó tanuló, jó sportoló.